és ilyen elképesztő produkciók születnek, és ezzel azt gondolják, hogy ha ennyi lájkot kap, meg ennyi megtekintést kap, akkor a nézettség lájkszám egyenlő minőség. Hát ez a Jakabnál volt. Igen, kimapsolva. de most már Magyar Péter is szerintem kezd ebbe az irányba haladni, mert szerintem a Börtön ablakában című dallal azt el tudja érni, hogy már három napja én is azt éneklem a kollégáimnak, de szerintem plusz szavazatok, tehát hogy a bizonytalan szavazókat, illetve azokat, akiket el kellene neki hozni a Fidesztől a győzelemhez, nem tudja elhozni tehát kezd azért az ember is mély mé válni. Ugye Ukrajnában tudjuk jó, hogy két dolog van, ami a, a Ukrajnak a fő bevételi forrása, az egyik az a, az, az olcsó termékek, meg az olcsó munkaerő, a másik pedig a pénzmosási lehetőségek. Mit gondolsz arról, hogy Zelenszky, mert én azt látom, hogy szerintem, és Jövés tévedek, hogy Zelenszky szerintem nem köthet békét. Tehát Zelenszky elnöksége alatt nem jöhetnek létre tárgyalások. De, hogy itt az Orbán Balázs doktoria kapcsán azt gondolja, hogy lehet, hogy őt elteszik lábbalól, de ő felismerte ezt a ráveleselkedő veszélyt, és ő majd túljár a gyilkosoknak. Jaj, hogy a az az, ne, az, ezt az a Facebook Ennyire azt, 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 nála azt nála a, otthonról. A Youtube-on viszont mindig csak egy jelentősen rövidített, kilúgozott változatot látsz a cenzúra miatt. Ha szeretnél képben lenni a politika történéseivel kapcsolatban, de mindezt szórakoztatóan szeretnéd megkapni, ráadásul egészben szeretnéd látni a műsort, akkor feltétlenül iratkozz fel a Rumble csatornámra. A videó alatti leírásban megtalálod a linket. Ne félj az újdonságtól attól, hogy a Rumble egy új videó megosztó, amit eddig nem használtál. Nézd nyugodtan tovább a YouTube-on a klippeket, a macskás videókat, meg bármi mást, ami érdekel, de ha cenzúramentes politikai tartalmakat szeretnél, használd a rumble is. Én már régóta ott vagyok, téged is várlak. Biztos láttad már rajtam több műsorban is ezt a klasszik Rózsa Sándoros pólót, meg van egy rakat másik a magyar foci válogatotthoz kapcsolódóan, és persze a sok-sok politikai póló vannak köztük komolyabbak, háborúról, békéről, Magyarországról, vannak viccesebbek Brüsszelről, a Balatonról, libernyákokról, a fake newsról, van Trump és Orbán, és két teljes ikonsorozat a magyar politika történet legnagyobbjaival. De talán ez a kedvencem. Vagy ez? Vagy ez? te is magadnak egyet, vagy ajándékba. www.hobbistawebshop.hu, És köszönjük, hogy a munkánkat is támogatod a vásárlással. Sziasztok, Ez a mai hobbista kemény mag, és egy ö, nagyon kedves ö, barátunkkal egészülünk ki a mai napon, ahogy szoktuk, ugye mindig valamilyen társ egyik képviselője vesz részt itt a beszélgetésben, amikor elemezzük az aktuális eseményeket. És ez a társ ma az UltraHang Zsatorra, és itt van Csékirály Tamás. Ö, e, ebben a hát beszélgettünk már így hobbistában, de nem, nem ilyen, ilyen verzióban. Izgultál, hogy most mi lesz? Egyáltalán nem. Azon izgultam, hogy ide írjek, sziasztok. Hát valami, ilyen. Nem, én nem akartam ezt behozni, ezt a dolgot, de... Nyugtasd magad azt, hogy nélkülöd nem kezdjük el. Nagyon megtisztelő, és nagyon elnézést kérek még egyszer. Nem mert a nézők ebből semmit nem láttak, mert amikor megnézik a YouTube-on, akkor nézik meg. Most, hogy elmondtam, most megtudtam. Ja, nem. Ez hogy... Vannak ilyen dolgok mostanában. Az, 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 az egy... csak egy hangfelvétel kellene melléd. Elindítottam a biztonságot. Most nyilván ezt viccből kérdeztem, nem. hogy izgultál-e, mert azért Ekkor rutinnal az ember, ez már nem fordul elő. De ugye, ahogy Rita is mondta a múltkor, a Fekete Rita is ült itt már ő, körünkben, hogy ugye ez egy tök más helyzet, hogy, hogy ha az ember annyira hozzászokik, hogy kérdez, akkor egy idő után hiába van véleménye, egy csomó mindenről meg el is tudja mondani, persze, de egy ilyen más helyzet ott ülni. És ez, nyilván én sokszor ülök itt-ott, tehát én. én hogy megszoktam. Bár nekem tényleg... ez egy állandó dilemma egyébként, mert ha most itt elmondom a véleményemet, utána meg bejön hozzám az illető, akiről elmondtam a véleményemet, akkor utána nagyon nehéz tőle úgy kérdezni. Bár egyébként, amikor kérdezek, akkor sem szoktam eljátszani a legobjektívebb embert, mert azt meg ilyen nagyon álszent dolognak tartom, úgyhogy egy idő után én ezt már teljesen elengedtem. És akkor az a stratégiám, hogy amikor kérdezek, akkor abban én vagyok benne, úgy, ahogy benne vagyok, aztán azt vagy elfogadom. Igen, azt most jó, hogy, hogy amikor utána kérdezek, ezzel olyat, akiről mondtál véleményt, szokott ilyen lenni, hogy valakiről mondasz valamit egy műsorban, szokott. és akkor utána egyszer csak bejön hozzád? És... Van, van ilyen, igen. Volt olyan, hogy szembesített is az, amit mit mondtam előtte. Rendesen egy kér. A, Ki, kitette egy vörös doszét az asztalra? Nem, olyan, ez <laughs> általában mit szoktuk, de... Vörös, de kék, nem? Piros. piros, 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 piros. MZP-nek volt kék. MZP-nek volt kék, és kinek van piros? hát drónainak, hát amikor szembesítette Petyús. Ja! S és ki ja, ne, a a, a a nekem rögtön a kék, a, a magyar a, féle a neki van egy a ilyen nagy féle, fél. A márkizaj, mindig... azért sok papírja van. <laughs> de sok olyan, véleménye. olyan papírja nincs, sárga nincs, pedig igazán az, 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 kéne az ki. Van, azt Olyan is van neki valószínűleg, amit nem ő állított ki. de az nincs, az kéne. De mielőtt majd esetleg abban a helyzetben kerülnénk, hogy majd Márkizai Zaj Péter szembesít azzal, hogy mit mondunk róla, szerintem ez Ugye a származásomba a... bonyolódott bele, azt nem tudom, megvan-e az... Az, az. a, legnagyobb sztori. Mesélj, az... kérlek. Az, azt mesélj, mert lehet, hogy csomó nézőnek. tévében is megy, mert nem tudom, hogy az tévében el lehet-e valahogy kompatibilis. Hát, Márkizai Péter így. interjút adott a Magyar Jelennek, ami már magában ugye nagyon jól megadja az alaphangulatot, és valahogy szóba kerültem, és mondta, hogy hát igen, királyt a ő az a, lát, sötét bőrű, látható a roma származású újságíró, aki nagyon, aki, amit egyébként én nagyon tisztelek benne. És akkor gondolkodtam, hogy én is csinálok ilyen vörös dossziét egyébként, mert van DNS-tesztem, amiben ugye így a 40, hogy van, 50 százalék ázsiai gének, és a 50 százalék meg Balkán, meg Dél-Olasz, egyébként van még skandináv is bennem, és hogy átadom a DNS-t. Most tegyél már, hogy mint hogy a roma az nem ázsiai lenne. Ha, ha ha, ha, Bocsánat, ha, ha, Igen. igen, és egyébként így azóta jönnek a kommentek, hogy nagyon örülünk, hogy a romasság ilyen riportert adott Magyarországnak, meg minden, szóval én ezt el tudom fogadni, meg a legjobb barátom az egy cigány fiú, úgyhogy teljesen... Tehát nem... tiszteletbeli romaként simán. Igen, azóta egyébként a Lukács Adóriánéknak, meg a Ábrahám Robiéknak így mindig mondom, van ilyen közös csoport, hogy mi romák tartsunk össze, <laughs> meg minden, szóval. Szerintem mindenki érti, de ha, ha ne, valaki nem, akkor elpapjancsizom, hogy Tamás Laoszi, édesapja Laoszi, tehát ezért, ezért néz ki úgy, Most ahogy mondjuk, hogy nem ezért vagyok, van benne 50 százalék Ez nem vagyok roma felirat, csak nem akarok megbántani, semmi, nekem belefér ez Belefér, lesz. persze. De ugye már Zaj úgy tűnik, hogy ilyen származási, meg ilyen nem jó orientációs Abszolút. kérdések vannak, és ha választani lehet, akkor inkább jobban <laughs> <robotai, gül> <jó. gül> <laughs> <laughs> Asszus. Na, a mai, mai első témánkhoz... Hát Megnézzük egy videót, ami, ami kiválóan megmutatja, hogy micsoda elképesztő beef alakult ki a, a közéletben. Úgyhogy miatt bármit is mondanánk róla, nézzük meg! Nagyon kemények az, az emberek, nem? Hát... Itt a Mencer Magyar Péter... Nem, kamer... mi, miről van Bocsánat, macho, bocsánat. Pont ezen gondolkodtam, hogy elindult ez a történet egy ilyen Mónika pszichodrámával. aztán időnként már ilyen séfek séfe főző effektusok jöttek, de hogy most az X-faktor és a Starbucksnak a keverékévé ment át ez a történet verekedéstől az éneklésig, az, az nekem teljesen újdonság. Tehát, hogy olyan szint, tehát, hogy mintha a bulvár írná ezt a mostani közéleti csatát. Mert ez történik, amúgy most, hogyha... Egyébként igen, lögdösődéstől éneklésig, ez ha, 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 picit, ha picit komolyabbra vesszük, akkor ugye Magyar Péternek politikai tevékenysége nincsen, így hát marad neki a bulvár, tehát csak azzal tudja tematizálni a közeletet, hogy bulvárkodik. Én már azt várom amúgy, hogy mikor fog saját magáról hangfelvételeket kiszivárogtatni, azért, hogy legalább ezzel is szinten tudja maradni, mert amúgy már... Hogy mondjam, az ő produktuma véges. Tehát, hogy nem tud, most ugye közügyekbe áll bele, hol a gyermekvédelem, hol az egészség, hol ez, hol az, hol az, és próbál olyan társadalmi témákat felkapni, ami, ami össznépileg támogatott vagy érdekes lett, de ugye, mivel valós produktum nincsen csak pap, csak ezért ezért ez így, hogy mondjam, egy ponton túl már nem lesz elég, és 26-ig még van másfél év. Tehát Márkizaj Márki a kampány előtt, vagy bocsánat, a választásokat fél évvel csinálta ki magát azzal, hogy totálisan feltekerte a potmétert 150%-ra hülyeségben, és akkorákat ment, hogy ezt el nem lehet kérni a magyar Péter, az első hat hónapjában olyan szinten ledarálta magát, a, a, hogy mondjam, tehát hogy, hogy Magyar Pétert már nem fogod tudni komolyan venni, mint komoly politikust, mert én értem, hogy tematizálja a közéletet, de az, aki politika miatt szavaz, az, aki tényleg egy, egy, az ország szor, sorsát tartja szem előtt, annak magyar Péter már azért nem lesz majd szimpatikus, nem tud az én elképzelésem szerint, mert nincs politikai produktum, ellenben Starbucks, Mónika Sóséfek séfe, és akkor még az X-Faktorban is említettük. Hát és mi ugye... lesz azokkal, akiket itt szépen maga alá szedett? Mert ugye ő teljesen ledarálta a teljes baloldalt. Most ők ha vezető nélkül maradnak? Há, valószínűleg hmm. erre mennek a közvéleménykutatások. Ez most jött ki, gondolom, tudjátok, hogy Kamala Harrisről kiderült, hogy a közvéleménykutatásokat azokat úgy rendelték meg, soha nem vezetett Trump azt. kiderült, hogy a demokrata párt kampányán belül is, soha ők, ők bevallották, hogy a belső mérések, tehát amik az ugye, igazi utánk, a valóság. Tudták, mert... fog, csak más mondtak egyébként a igen. donoroknak is, ugye ebben igen, az Igen, a, egy... a, a pénzügyi támogatóknak is nagyon fontos volt, hogy van esély, és meg hát nyilván ezzel próbálták a, a szavazókat is hogy mondjam, morálisan, egy morális busztot adni nekik, hogy legyen kedvük elmenni szavazni. Ö, egyéb, az a helyzet, hogy mindent értek, amit mondasz, de megint egy kicsit ilyen, nem tudom, ördögügyvédje, vagy vagy ö, micsoda kell, hogy legyek, hogy oké, hogy oké okay, okay, ledarálja magát és hogy akik politikai megfontolásból szavaznak, látják, hogy ez a csávó, ez komolyan vehetetlen és alkalmatlan arra, hogy az országot irányítsa, de nem emiatt szavaznak. Hát csomóan, és a csomó alatt nem. Pár, pár de az, azok ezek. az emberek eddig is szavaztak, és tehát az, azok az emberek eddig is leszavaztak Márkizajra, a Ferire, a Jakabra, a, a ki van még ott a, a, a régi Garintúrából, tehát ugyanúgy leszavaztak rájuk, csak eddig most, ugye eddig volt a 2010-ben beletek darálva, mint a szar, 2014-ben épp hogy még ébredeztek, de még akkor is, akkor is, úgy volt az ellenzék, hogy nem tudta, hogy mi történt vele négy év alatt. 2018-ban volt a taktikai szavazás, amikor elkezdtek tilitolizni, beálltak egymás mögé. 2022-ben volt, amikor összetolták a pártokat és összefogtak az arra volt jó, hogy megmutassák, hogy ez amúgy nem működik. A politikában kettő plusz 2 nem egyenlő négyel. És most, most viszont egy pártba és most össze. viszont, most viszont megpróbálták azt, hogy nem a pártokat tolják egybe, hanem a szavazókat. a szavazókat. Figyelj, én azt mondom, hogy a, a szabadság téren lehet, hogy valaki új irodát kapott, vagy új titulus, vagy valaki jobbat neveztek ki eddig, mert azért azt tegyük hozzá, hogy hogy az, hogy mi ilyen, időnként ilyen ostoba ügynököket kapunk, azért még nem mindig, hogy nem biztos, hogy hülyék ülnek ott, de hogy, hogy ezt, ezt Ismerjük el az ellenfélnek azt, hogy ezt jól összerakták, ezt jól kitalálták, az, hogy esélyük nincs, az egy dolog, de amúgy jól lett összerakva a, a stratégiájuk. Oké, okay. mai műsorunk szakértő vendége Varga Ádám. Köszönöm. De, de hogy ettől még az a helyzet, hogy hogy hiába látjuk azt, hogy hogy ez polyátszáskodás, performance, bulvárpolitizálás, és nincs mögötte tartaló. Persze, hogy ezt az ember, aki egy kicsit is követi valójában, vagy odafigyel, oda az látja, csak hát nem érdekli egy, az emberek, már hogy az ő szavazóit ez nem érdekli. A másik, hogy én itt elképedve figyelem most már évek óta az, hogy a politikai tanácsadók azt ajánlják a politikusoknak, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, csak csinálj valamit, mert azzal bekerülsz a médiába, és ilyen elképesztő produkciók születnek, és ezzel azt gondolják, hogy ha ennyi lájkot kap, meg ennyi megtekintést kap, akkor a nézettség lájkszem egyenlő minőség. Hát ez a Jakabnál jokob, jokob, jokob. volt. Igen, kimapsolva. de most már Magyar Péter is szerintem kezd ebbe az irányba haladni, mert szerintem a börtön ablakában című dallal azt el tudja hogy már három napja én is azt éneklem a kollégáimnak, de szerintem plusz szavazatok, tehát hogy a bizonytalan szavazókat, illetve azokat, akiket el kellene neki hozni a Fidesztől a győzelemhez, nem tudja elhozni. Tehát kezd Azért az ember is mély, mély válni. Ráadásul nincs jó hangja. Ugye Márkizaj Péter legalább nem énekelt, csak táncolt, az sem ment neki túl jól, és szerintem az sem. Tehát hogy nem hiszem, hogy az, hogy Márkizaj Péter a feleségével táncolt, bármilyen plusz szavazót szerzett volna, mint ahogy azzal, hogy felcsendül ez az örök klasszikus magyar sláger, én nem hiszem, hogy bárki ezáltal azt mondja, hogy akkor most dobjunk el mindent és szavazzunk. A gyógycsánynak bejött a táncolnak annak ideje. Ez új volt, mert az az volt, éneklés igen. amúgy egy stresszoldó technika. Van a, az úgynevezett politikai állat, political animal kategória, és ugye az nem azt jelenti, hogy, hogy há, hanem, hanem ezt arra használják ja, a politológia, hogy egy olyan ember, aki, aki totálisan, hát ki van képezve, de nyilván ez jelentős részben mondjuk politikai tapasztalat, idő faktor is van mögötte, hogy a legkülönbözőbb helyzetekben, amikor, amikor kizökentik az egyensúlyából, vagy egy váratlan szitu éri, akkor mindig úgynevezett politikai reakciót ad, és ezt a Joe Biden kapcsán mondták, hogy amikor a, a vitában egyszerűen kiderült, hogy már, már szellemileg azért nagyon, nagyon komoly kihívásokkal küzd. Még akkor is az összes válasza az olyan, olyan, olyan válasz volt, ahogy egy politikusnak ilyen kígyóként ki kell siklania a különböző helyzetekből. Most ilyen, ilyen politikai paneleket már előre begyakoroltak. Részben, részben csak paneleket, igen, de ezt egy, egy ilyen nagyon komoly politológus pszichológus. Meg, hogy politikus. Hogy... Tehát bármi történik, én ott állok, lehet, hogy már azt tudom, hol vagyok, de én ott Igen. állok, és akkor Trump mondja rám a dolgokat, de én ott állok, és akkor elmondom ugyanazokat a paneleket, nem fogok kegyelmet adni a fiamnak, és a jogállam, meg a nem tudom, el tudjuk mondani mindjárt ezeket a dolgokat. Joe Biden nem már ez is teljesítmény volt, hogy el tudtam mondani, és ott tudott állni egy ha, ott, Na most ez egy jó, jó, jó. Várj, de bocs, meg közbevágtam. Nem csak ennyi, hogy, hogy. És akkor azzal Biden gyakorlatilag azt gondolja, hogy ő kimaxolt, És ugye tényleg ez, ez egy szerep is. Tehát, hogy én vagyok a politikus. Igen, mondjuk az, hogy nem ad kegyelmet a fiának, azt elmondta ő is, elmondta a Karin Jean-Pierre Fehérházi szóvívő is, azt hiszem 42 alkalommal. És ehhez képest Joe Biden kegyelmet adott a fiának, Hunter Bidennek. De ugye azért ezt most megpróbálják ezt a bírói úton egész talán ez mai sztori, tehát hogy ez nem biztos, hogy, hogy keresztül. De az elnöki kegyelmet elvileg nem lehet megvétózni, de, de lehet, hogy, hogy, van olyan jogi procedúra, ami ebben az esetben... Nem, de nem, nem ez a gond ezzel. Itt ez, amikor én ezt olvastam pár nap, én totál felháborodtam ezen, de azért, mert itt nem az a probléma, hogy hogy kegyelmet kap tőlünk egy, egy 8000 kilométerre lévő elítélt, vagy, vagy, nem kap, vagy az elnök adja, vagy nem. A... Itt az a probléma, hogy akik szerint ez rendben van, akik most emiatt kussolnak, azok szerint Magyarország nem jogállam. Meg azok magyar. szerint a magyar kegyelmi ügy, ami egyébként szerintem sem volt rendben, de hogy ott akkor óriási üvöltözés, meg én most azért nem látom ugyanettől a körtől a Facebook posztokat. Hát igen, meg, 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 meg Amerikában is a, a, ugyanezek az emberek ö, folyamatosan azt harsogták, hogy senki sem áll a törvény felett. No one is above the law. dehogy nem, ha most Biden meg a fia. Hát és az az érdekes, hogy tíz évre visszamenőleg kapott kegyelmet, tehát 2014. január 1-től, és 2013. novemberében volt a majdan. Ugye 14. januárban ült be a, a burizmában. A burizma így van energetikai igazgató tanácsban. A hát gázvállalat élére egészen <laughs> a ez, 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 ez a Nagyon ez, értett hozzá. Egy alelnök fia, egy amerikai alelnök fia mit keres egy ukrán vállalat. Érdekes, Tehát, hogy, hogy. Na, ugye, pénzt, pénzt, vannak a, 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 a drogos sztorik képek izé minden, és meg a, 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 a laptop, és ez ez lett a, a sztori erről beszélünk, és, és úgy kicsit elfelejtjük ezt, hogy Hunter Biden. Joe Biden, amerikai elnök. Egyébként drogos fia, de az utóbbi ebből a szempontból még. Nem azt mondom, hogy jelentéktelen, de tehát ez az egyébként, mit tudom én ilyen. Obama lénökeként. Lébet. Igen, tehát az. Bocsánat, nem elnök, igen, akkor Obama alelnöke volt. Az amerikai alelnök kicsit lump fia, egy ukrán állami, az ukrán állami gázvállalat, igazgatói tanácsába ült be. Halló! Hát hány ilyen elnökről tudunk, akinek a fia ilyet tesz, vagy hány elnökről tudunk, akit érdekel egy kelet-európai ország ilyen szinten? És miért? Ha még csak elnöknek sem kell lennie, még csak politikusnak sem kell lennie. Egy csomó mindenkiről tudunk pénzemberekről, akik komoly érdeklődést mutatnak. Kelet a kelet-európai Kelet, Amúgy igazából közép-európa meg kell, mert hogyha a földrajzi közepét nézzük, az pont Kárpát alján van, ahhoz képest mi nyugatra vagyunk, simán lehetünk nyugat-európa, de amúgy meg, de most csak, ez, most csak szőrszáhasogatás, de alapvetően meg, ha megnézed azt, hogy ott be... ez abban az időben volt amúgy, ez az is érdekes, ez abban az időben volt, amikor a hirtelen a, a, csőd szélén lévő Ukrajának az IMF, hogy, hogy nem hitelt adott, ugye amikor a Maiden is megtörtént, és akkor, amikor a Maidenon ugyanaz érdekes volt megfigyelni, én akkor nem fordítottam meg különösebb figyelmet, de hogy így most a, az eltelt 10 x év távlatában azért azt meg, érdemes megfigyelni, hogy amikor a Maidenon Putyin ellen kampányoltak, az Amnesty International az is ott volt, és képzeld el, hogy ugyanazokkal a grafikákkal operáltak, ugyanaz a transzneműnek sminkált Putyin volt, amit itt Magyarországon is használnak Orbán Viktor kigúnyolása ellen, vagy kigúnyolása érdekében, és az is külön érdekes, hogy én ezt a Pride-on megkérdeztem, amikor valaki egy, egy Orbán Viktor, egy kisminkált Orbán Viktoros pólót vett fel, megkérdeztem, ez mit szimbolizál, hogy kigúnyolják Orbán Viktor, mondom, de szerinted egy transznemű külseje az gúny tárgya, és akkor nem, de akkor az miért? Hát itt, itt, volt egy ilyen kis ellentmondás, tudod, amikor, amikor ilyen szintax errort az agy, és akkor a fogaskerekek így összeakadnak, hallottad, és rendesen nyikorognak, de hogy, hogy ugyanaz, a, ugyanaz a Technika volt látható, ami, ami itt is Magyarországon, ugyanattól a szervezettől, ami ugyanonnan kapja a pénzt a magyarországi vállalat is, és akkor, amikor amerikaiak, amerikai politikai vezetők, felső vezetők a legfelsőbb körnek a, a gyerekei az első leszármazottja ott ül. Az ukrán gázvállalat élén. Most az egy dolog, hogy a gázvállalat élén ült, én ezt értem, de vajon tényleg csak azért volt ott, hogy mi van akkor? Ugye azt senki nem feltételezi, mi van akkor, ez csak egy fedősztori, és ezen keresztül próbálták meg különböző módon finanszírozni a többi ilyen rendezvényt. Mert ugye Ukrajnában tudjuk jól, hogy két dolog van, ami a, a Ukrajnak a fő bevételi forrása az egyik az, a, az az olcsó termékek, meg az olcsó munkaerő, a másik pedig a pénzmosási lehetőségek. Tehát, hogy Ukrajnában ennek a, a végtelen számú pénzmosási lehetőség van konkrétan, bármit tisztározni most Ukrajnában, legyen az illegális kriptótól kezdve, egészen már kimondtuk egy pár tehát a az embercsempészeteken át, tehát hogy Ukrajnából csempészték be, Ukrajnán keresztül csempészték be Európába az illegális fekete munkásokat, a kínaiakat is. Tehát, hogy ez, ott mindent meg tud. Ja, ennek az a súlyosabb verziója, ha, hogy, ha kiderül, hogy valójában Joe Bidennek járt ez a pénz különböző lobby tevékenységért, amit a fián keresztül fizette. Akár rá, hát... Mert amúgy ez egy teljesen életszerű történet, hogy a, mert egyébként mit keres ott valaki a tengeren túlról egy ukrán gázvállalatban. Tehát, tehát az, hogy Joe Biden nek járt a pénz, ezt, is, ezt, ezt a részt is hajlamosak vagyunk, nem az, hogy elfelejteni, de hogy ma ne, nem, nem fektetünk rá kellő hangsúlyt, hogy 10% for the big guy, ez szerepelt az egyik e-mailben, amit mm. Hunter Biden írt, egyébként azt hiszem, az pont nem az ukrán, hanem azt a kínaiaknak, mert, mert kínai ö, cégben is volt neki vezető pozíciója. Tehát egy végtelenül verzatilis tehetséges emberről beszélünk. Ezzel párhuzamosan képzeljük el azt, hogyha Donald Trump elnöki kegyelemben részesíteni ő magát. Jóval többet foglalkozó külpolitikával, mint szerintem mi összesen, főleg, hogy az ultrahang is többnyire erre épül. Mit gondolsz arról, hogy Zelenszky? Mert én azt látom, hogy szerintem, és Jövés tévedek, hogy Zelenszky szerintem nem köthet békét. Tehát Zelenszki elnöksége alatt nem jöhetnek létre tárgyalások, mert ha ez megtörténik, ha az az ember, aki eddig a legnagyobb mehaszélességgel állt bele a háborúba, az most több százezer halott, milliós számú sérült, több milliós számú belső és külső menekült, és, és vége láthatatlan nem is tudom, hogy nem is ismerek ekkora mértékegységet, amennyi keresed. amennyire, amekkora földterületek váltak lakatlanná és lakhatatlanná az ő ideje alatt, hogy most oda megy és azt mondja, bocsi fiúk, eh, igazából nem is, nem is gondoltuk komolyan, kössünk békét. Illetve amerikai tulajdonban. Igen, az másik. Tehát lakhatatlanná. <laughs> és te hogy gondolod, szerinted Létre tud jönni egy olyan béketárgyalás, amiben zeneszkitárgyal, vagy le fogják őt váltani? Ugye itt két opció van. Az egyik, hogy most, miközben beszélgetünk, most is emberek hallnak meg a fronton, akiknek szerintem nem kellene meghalljuk jelen pillanatban, ha legalább egy tűzszünet lenne. Öh. És hogy ha egyszer majd létrejön ez a tűzszünet, akkor Zelenszkinek a, ezeknek a családoknak a szemébe kell nézni, hogy miért nem jött tűzszünet létre. Tegnap, meg tegnap előtt, meg két hónapja, meg két éve. Ez az egyik. A másik viszont, hogy pont most beszélgettem olyannal, aki kárpát él, és azt mondja, hogy az ottani ukránok azért tényleg annyira az ottani híradásokat hallgatják, és mivel nincs cenzúra, ezért nem is nagyon, telegram csoportokban még nyilván, de hogy az a hozzájuk érkező információ alapján szerintem van egy réteg, aki tényleg mindent el tud fogadni. Másrészt most már a háború lezárásának az igénye, azt szerintem azért ö, nagy Ukrajnában is. Ö, ugyanakkor és akkor itt, ott vannak azok a szélsőséges erők, amelyek szerintem a háború folytatását erőltetnék, és azért én hallok ilyen szakértői véleményeket, hogy Zelenszkij akár onnan is veszélyeztetve lehet akár az élete is veszélybe kerülne egyébként, hogyha mondjuk az ukrán szélsőségesek úgy érzik, hogy ez a háború nem folytatódik tovább, és hogy akkor még a politikai következményekről nem beszéltünk, nagyon nehéz megítélni. Azt látom, hogy most már azért nincs az az Zelenszki ami volt akár csak fél évvel ezelőtt. De még a, amit mondasz, hogy emberek halnak, akik nem kellene, ez hatványozottan igaz abból a szempontból, hogy hát nekem azért még mindig vannak ott barátaim, családtagjaim, tehát azért azt ne felejtsük, hogy én onnan jöttem, és az, az, hogy, az, hogy nem élek ott életvitelszerűen, az nem azt jelenti, hogy megszakítottam minden kapcsolatot. A, a gyerekkori jó barátaimat, konkrétan a, a tőlem pár házzal odéblakó srácot úgy vitték el katonának, hogy az óvodába ment a gyerekért. Az óvodába ment a gyerekért, és ez alatt durván 600 méteres távolságon, ami ráadásul mellék utcákon vezet, Katonák lecsaptak rá, igazoltatták, miért nem, vagy katona már egy héten belül ben volt valami kiképzőközpontban. Úgy, hogy amúgy igazából ennyi, tehát ennyi történt, és másik barátomat a piacról vitték el, egy harmadik barátom pedig tanár, konkrétan tanár, és elvileg a tanároknak volt valami felmentés, ráadásul ő elég magas szinten is van, konkrétan azt hiszem, tehát do doktor, és akkor az van, hogy nem kaptak felmentést, de ha elmegy most munkába, és elkapják, és erre egy reális esély van, akkor konkrétan vihetik őt katonának úgy, hogy egy családja van, gyereke van, doktori címe, és, és simán ezt az embert úgy, úgy odavetik a darálóba,